a civil szervezetek, művelődés egyesületek elkezdhetik a munkát, az amatőr sportolók is sportolhatnak és összejöhetnek, és ők is elkezdhetik a munkát, mert ugyebár a profi sportolóknak eddig is megengedett volt, de mindenekelőtt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendkívüli helyzet megszűnése az valójában annyit befolyásol, hogy nincsenek külön szigorítások a községünk területén, viszont ugyanazokat a szabályokat kell betartani, amik eddig is a rendelkezéssel szabályozva voltak.